Jézus életéről készült új magyar film, alapvetően az evangélium nyomán, mégis egészen másképpen. Vendégünk Kálói Molnár Péter, aki Júdást alakítja, és Rócó Nagy Zoltán, aki rendezte és a producere is a filmnek. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Zoltán egyébként a Budaörsi Rádió ügyvezetője civilben. Honnan jött ez a filmes projekt, és miért pont ez az első filmje? Megmondom őszintén, hogy most már harmadik éve, hogy elkezdtük forgatni ezt a filmet, és gondolkodtam rajta, hogy vajon tényleg honnan jön, mert felszokott merülni ez a kérdés, azt sem kezdem elveszíteni a fonalat egyébként, hogy honnan és milyen indítatásból. Az egészen biztos, hogy Budaörsön meg szokták rendezni 3 évente a Passiót, ez egy grandiózus színdarab, és az adta az indító ötletet, annak az ismerete és az abban való részvétel. És aztán innen, hogy lett ebből film? Gondolkodtunk a színfalak mögött, mint szereplők, hogy mi hogyan csinálnánk meg ezt a történetet, hogyan készítenénk el mi, hogy vinnénk filmvászonra úgy, ahogy ez még nem történt meg. Hát úgy, hogy elvisszük a jövőbe, elhozzuk a jelenbe. Jelenbe vagy a jövőbe? Egyébként ez egy jó alapkérdés, mert hogy megjelennek benne olyan eszközök is, amelyek már a jelenen is messze túl vannak, holografikus, meg ilyesmi, miközben ugye az első meglepetés, hogy első ránézésre egyfajta modern, jelenlegi világba helyezték át, nem csak Jézus személyét, hanem az egész evangéliumi történetet. A lényeg az lenne, hogy időtlen. Tehát feldolgozhatjuk kosztümösként is, betehetjük a jövőbe, betehetjük a jelenbe, de mindig ugyanaz az eleje, ugyanaz a közepe és ugyanaz a vége. Legalábbis szerintem, hogyha valaki ezt a történetet tisztelettel szeretné feldolgozni. És a tanulsága is ugyanaz. És a tanulsága, az üzenet is ugye, az is állandó, konstans. Szerintem most különösen aktuális a mai nagy világban, hogy a szeretetről beszéljünk, és az elfogadásról. Ez most aktuálisabb, mint bármikor? Hát szerintem ez sajnos az ember-ember, tehát ez mindig is aktuális volt, szerintem most is fontos, hogy legyen egy ilyen film, és Jézusról beszéljünk, és megismerjük még jobban, és a fiatalokhoz is, azáltal, hogy különböző cyber dolgok vannak ebben a filmben, nyilvánvalóan egy picit közelebb hozza a témát, a megismerést és az elfogadást talán a legfiatalabb generációnak. Ez volt a cél, hogy a fiatalokhoz közel hozni? Ez egy fontos cél volt, igen, tehát hogy közel kerüljenek a fiatalok, eljöjjenek a moziba és nézzék meg ezt a történetet olyanok is, akik esetleg ehhez a témához kicsit távolságtartással közelítettek eddig, és hát hogyha közelebb kerülnek a magához a történethez és az üzenethez. És mit jelent ez a cyber dolog, amire Péter utal? Tehát Jézus selfizik Twitter és Facebookon? Nagyjából igen, ennyire erősen nem, de használ telefont, akkor az ő környezete például a kommunikációs eszközök, akkor... Televízió, tévéhíradó is van benne, tehát például zavargásokról ott tudósítanak, tehát tényleg egy folyamatos időutazás a film szerintem ide-oda, mert ugyanakkor a jelmezek azok nagyon egyszerűek, akár 2000 évvel ezelőtt is érezhetnénk magunkat, aztán hirtelen megelevenedik a történet. Tehát ezek kommandós egyenruhák vannak. Igen, de például a Jézus is, a apostolai, azok nagyon egyszerű, és a környezet is az Zoltán úgy választott helyszíneket, hogy egy picit időtlen, tehát hegyek, olyan hátterek is vannak, ami pont lehetőséget ad a nézőnek a utazgatásra ide-oda. Viszont, hogyha megjelenik a modern tömegkommunikáció és a média, akkor ezzel egy nagyon más mediatizált térbe kerül az egész történet. Ez nem változtatja meg alapjaiban? Én azt gondolom, hogy alapjában nem változtatja meg, viszont ennek segítségével nagyon sok mindent bele tudunk még préselni. Például a médiának a kritikája. Tehát amikor arról van szó, hogy mondjuk a választást, hogy kit ítéljen el Pilátus, azt egy televíziós közvetítéssel és egy szavazással készítjük el, akkor a médiának az irányíthatóságát bemutatjuk a politika által, akkor szerintem plusz tölteteket bele tudunk préselni még ebbe a történetben. Ugye az is szerepel a film szinopszisában, hogy úgy fogják fel ezt az egészet, mint egyfajta koncepciós pert, ami Jézussal szemben. Végül is ez egy kirakat per, ugye erről van szó valójában, nem? Tehát kiállítunk egy embert, és akkor elítélik. Megpróbálunk ráhúzni valamit. Nincs ez azóta sem másképpen. Tehát igen, nyugodtan mondhatjuk, hogy ez egy kirakat per, vagy egy koncepciós per. Beszéljünk egy kicsit Júdásról is, hát nem csak azért, mert hogy történetesen Júdást alakítja, de tényleg ez az egyik kulcs figurája nyilván a történetnek. Ő mennyiben kerül átértelmezésre az idő eltolás révén?
Szerintem ezen sokat beszélgettünk Zolival, és ő nagyon fogékony is volt az én plusz észrevételeimre. Szerettünk volna egy megérthetőbb, nem megbocsáthatóbb, de megérthetőbb Júdást kreálni, akinek a belső, tehát a belső emberi indokaira is egy picit fényderíteni. Melyek ezek? Hát meg kell nézni a filmet, de az ő belső vívódásai, amikor egy tehetséges tanítványból neki ez jutott, neki el kellett árulnia, és ugye egy nagyon picit, ott is van egy kis időutazás, hogy azért ő ebben a filmben tisztában van ennek a következményeivel, a hosszú időkre nézve, hogy az ő neve az majd hogyan marad meg. Ugye érdekes, hogy megjelenik Júdás anyja is a történetben. Kevés helyen hozzák be, én azt gondolom, Júdás anyját a Passió történetbe. Mi egy kicsit párhuzamba állítottuk Máriával. Ugyanis azt gondoltam, mint szülő, hogy ha van egy anyának mondjuk a világ legjobb embere a gyereke, és van egy másik anya, akinek a világ legrosszabb embere a gyereke, viszont azzal bármi rossz történik, az anya ugyanúgy fog szenvedni. És ezt az anya szerepet szerettem volna még párhuzamba állítani, és vinni egymás mellett, mert az, hogyha egy anya előtt széttépik a gyerekét, mert ugye valahol erről van szó, vagy meghal a gyereke, vagy szenved, az ugyanígy a falat fogja kaparni. Tehát Jézus apám nevében ez a film címe, kiknek ajánlják? Én azt gondolom, hogy annak ajánlanám, aki fogékony a témára, aki egy kicsit is érdekel a Biblia, és szeretné egy új megközelítésben megtekinteni ezt a történetet. Köszönöm szépen, hogy itt voltak, önöknek pedig köszönöm az egész reggeli figyelmet, mindjárt kezdődik a Fórum Krug Emíliával, én pedig holnap várom önöket ismét itt a Startban, viszontlátásra!